Az NUI felület alatt az Android 5.0 Lollipop rendszer teszi a dolgát. Ez az NUI felületet elsősorban az Zenfone okostelefonokról ismerhetjük, de mint tudjuk, az Asus a táblagépein is elérhetővé tette. A 4-3-as kijelzőt, hogyha megnézzük, eléggé sok ikon elfér a megjelenítőn, illetve widget egyaránt. Legalul a képernyőből vesz el egy sornyi helyet a 3 darab kapacitív érintőgomb, illetve 3 darab szoftveres gomb. Ugye ez nem külön gombként helyezkedik el, hanem a képernyő alján, ezáltal bárhogyan fordítjuk a készüléket, egyszerűen áthelyeződik oda a gomb, így ez mindig jól kézre áll, illetve mindig ott van, ahol lennie kellene. Felette van egy menügombunk, illetve 3-3 ikon helyezhető el a két oldalán, jelen például a 2-3-as felosztásban. 3 darab alap oldalunk van, ezt egyébként lehet bővíteni is. Ha felhúzom a ujjamat a felületen, akkor itt lehet kezelni igazából ezt a kezdőlapot. Itt láthatunk alkalmazások és modulok hozzáadását. Itt ez igazából a menüt jelenti, amit megjelenítés, innen kiválaszthatok appot, amit hozzá tudok tenni. Van élő háttérkép is, amint látszik, amint hozzáadható, illetve van oldalszerkesztése opciónk. Itt láthatóan beállíthatjuk a főképernyőt, illetve további oldalakat adhatunk hozzá, vagy vehetünk el. Van háttérképek opció, ahol csak az induló képernyőt, csak az árolt képernyőt, illetve az induló és az árolt képernyőt együtt is tudjuk szabályozni, amennyiben szeretnénk. Itt látszik, hogy az állapot sor színét is meg lehet adni, azaz például fent az állapot sor teljesen fekete is lehet, vagy teljesen áttetsző. Illetve itt, amint látszik, maga a háttér is állítható ebből a szempontból. Adhatunk hozzá többféle képet, illetve élő háttérképet is, amelyet biztosít az Asus. Ezen kívül vannak különböző ikoncsomagok, amelyeket le lehet tölteni. Az NUI ikoncsomag van alap esetben, de az interneten további ilyen csomagok hozzáférhetőek. Ilyet látható, igazából ez egy ikonpak nevű kis kereső szóval elérhető a Google Play áruházban, és új ikonokat adhatunk hozzá a felületünkhöz. Vannak görgetési hatások, amelyeket beállíthatunk, itt ezt meg is mutatja nekünk az Asus, hogy milyen opciókat állíthatunk be. Ezt is ki tudjuk választani, hogy amikor lapozunk, akkor milyen legyen. A számunkra a legjobbat tudjuk kiválasztani. A launcher betűtípusa is beállítható. Itt egyrészt a betűtípust tudjuk, hogyha átlépek egy olyan oldalra, ahol van is tartalom, akkor ezt jobban fogjuk látni. Mondjuk most sikerült is beállítanom valamit. Szóval, hogyha itt megnézzük. Szóval állíthatunk a betűméreten, ami lehet nagyobb vagy kisebb is, mint az eredeti. Itt megint sikerült rányomnom véletlenül a beállítás gombra, ez némi kis időt vesz igénybe. Szóval a betűméretet, hogyha állítottuk, akkor van az ikonok szövegének színezete, ezt állíthatjuk, itt is többféle szint. Ez szerintem annyira nem feltétlenül kényelmes, alapból a fehér az megfelelő, de hogyha szeretnénk, akkor tudjuk változtatni, illetve itt van számos betűtípus, amit be tudunk állítani, rendkívül sokat, így akár a betűtípusokat is át tudjuk állítani, hogyha szeretnénk teljesen más betűtípusokra, ez fiataloknál nagyon népszerű, mert szerintem sokszor inkább zavaró lehet, de ez nyilván felhasználó igény, hogy mire van szükség. A preferenciák alatt különböző beállítási lehetőségeink vannak, ugye itt leginkább az összes opciót láthatjuk egybe. Kicsit átláthatóbb menü szerkezetben. Ezen kívül van egy bővebben opciónk. Itt elérhetőek a visszajelzések, illetve
az értékelések az Asus felé, és a rendszer beállításokat érhetjük még el, ugye ezt külön a beállításokban is láthatjuk. Ha már itt vagyok a beállításokban, látszik, hogy van tabletes nézetünk, hogy két oszlopban helyezkedik el a nézet, ami eléggé kényelmes, hiszen így több mindent láthatunk a 4-3-as kijelzőn. Megjelenítésben, hogyha belemegyek, akkor itt a fényerő szintnél van automatikus fényerő, hiszen van automatikus fényerőszabályozás, van képernyő szín mód, amit magamnak tudok akár kiválasztani, hogy milyen legyen. Van kék fényszűrő is, ami segíthet a készülék kijelzőjét szabályozni, hogy kevésbé legyen bántó. Lehet élénk színbeállítást választani, ahol színhőmérsékletet állítunk. Ilyet a teljesen egyedire állíthatjuk akár a színezetet, hogyha szeretnénk, és erre igényt tartunk. Egyébként más képeken is láthatjuk, hogy milyen lehetőségek vannak. Ugye egy gyümölcsös kép mellett van egy színskálánk, illetve egy menü részletünk, így láthatjuk élőben is, hogy hogyan fog megjelenni. Valamint az elmosódás is lehet állítani a különböző animációk között. Ha belemegyek a Zen Motion-be, itt különböző érintő mozdulatokat lehet kibe kapcsolni, például a dupla képernyős felélesztést, rajzolhatok különböző betűket a képernyőre, és akkor az a programokat indíthatok el. Például, hogyha egy C betűt rajzolok, akkor azt felismeri a rendszer, és elindítja rögtön a kamerát, ami hasznos lehet. Illetve, hogyha visszamegyek a beállításokba, akkor látható, hogy kézmozdulatok is vannak, például kézrázás vagy átfordításra különböző funkciók érhetőek el, bár ezt itt nem részletezi egyébként az Asus, hogy pontosan milyen funkciókat ad például az átfordításnál. Ha visszamegyünk, akkor van egy Z-Stylus beállításunk. Itt a készülékhez elérhető stylus beállításait tudjuk megadni, hiszen egy elég jó kis stylus tollat ad az Asus a készülékhez, viszont ez nem minden esetben gyári tartozék sajnos. A Stylus egyes konfigurációknál tartozik, egyeseknél viszont nem, mi sem kaptuk meg például ezt a kiegészítőt. Sajnos így ezt nem tudjuk megnézni. Egyébként egy 1,2 mm-es tollhegyjel rendelkezik ez a Stylus. Van egy ne zavarjanak mód, ezt ha bekapcsoljuk, akkor amint látható, akár ütemezve is, naptárbejegyzések által is aktiválható, és ezzel az üzeneteket, értesítéseket lehet akár blokkolni, így például akár éjszaka vagy napközben is, ami még hasznos lehet. Kapunk easy módot, ami egy picit bugyuta felhasználó felületet biztosít, ez új bugyuta, az inkább időseknek szánt felület, amint látszik megnövelt betűmérettel, minimálisan helyenként egyszerűsített felhasználói felülettel, hogy az egyszerűbb elérhető legyen a felhasználóknak. Itt például beállítási lehetőség is alapjában egy kevesebb látható elsőre. Valószínűleg egyébként kevesen fognak élni ezzel a beállítási lehetőséggel, de ha úgy gondolják, hogy erre van szükség, akkor az elérhető. A Zen UI appok külön frissíthetőek a Google Play-ben, ezért látható, hogy milyen sok alkalmazás van, amit ad az Asus a készülékhez, ezek majdnem az összes fel is van telepítve, ezeket majd be is mutatom, illetve itt a névjegyeken belül volna elérhető rendszer frissítés, amennyiben kapnánk ilyet, korábban érkezett is, de pillanatnyilag a legfrissebb rendszer van fent az eszközön. Főképernyőn, ha megnyomom az alkalmazásváltó gombot, akkor a korábban megnyitott alkalmazások egész hosszú sora látható itt végig. Itt három gombunk is van, az egyik a futószolgáltatásokba megy bele rögtön. Láthatjuk azt, hogy a 2 GB RAM-ból 1,1 GB van használva, illetve 342 meg a gyorsítótározó, így közel 500 MB RAM érhető el. Ez annyira nem rossz, főleg úgy, hogy van 4 GB RAM-mal szerelt verzió is, ahol nyilván ez jóval több szabad memóriát generálna, de ez a
fél giga sem olyan rossz, bár azért néha az alkalmazások sebessége, elindulása nem kiemelkedően gyors. Ha középső gombra rányomok, akkor van egy képernyő rögzítése. Itt az aktuális képernyő nézetét rögzíti ez a funkció, ez a Lollipop egyik funkciója, illetve lehet az összes alkalmazást törölni egy gombnyomással a háttérből, nyilván ezzel több memóriát is felszabadíthatunk akár. Ha lehúzom az értesítési sávot, látszik, van egy óránk, illetve itt vannak maguk a különböző értesítések. Sajnos, ha így elforgatom, látszik, hogy nincs tabletes nézetünk itt, tehát elég kis részt használ csak ki a kijelzőből ez az értesítési felület, illetve ha tovább lehúzom, akkor gyors beállítási panelt kapok itt. Van 4 darab rögzített ikonunk, mint a memóriatisztító, ami elvileg a háttérben futó folyamatokat zárná le. Számológép, automatikus indulások kezelőse, illetve az audiovarázsló, illetve további funkciók, amelyek elérhetőségét egyébként szerkeszthetjük. Itt van például a kékfény szűrő, amely elvileg a káros kékfényeket, illetve a kékfény kibocsátást fogná meg a készüléken, illetve a készülék kijelzőjén. Ha belépek a menübe, egészen kevés appot látok elsőre. Az annak köszönhető, hogy az Asus csoportokban rendezi a különböző appokat. Van a például szerszámoknak nevezett alkalmazások, ezek mondjuk egy kicsit rosszul van fordítva, de itt belül egészen sok appot találunk. Van a kommunikáció, hatékonyság, Google alkalmazások, illetve Apps for You, illetve további appok is, amelyek nincsenek besorolva, valamint játékokat is külön sorolja. Azért érdekes ez, mert a Google automatikusan mappákba sorolja ezeket az appokat, és azokat külön behelyezi ezekbe a mappákba, hogyha szeretnénk, onnan egyébként ki is lehet venni, de így egészen sok helyet meg lehet akár takarítani, ami egészen hasznos. Az Asus elég sok extra alkalmazást ad a ZenPad-es 8.0-án, amely a produktivitást és a multimédiát próbálja előnybe helyezni több esetben is. A vállalattól megszokott böngészőt kapjuk, amely igazából egy majdnem stock Androidból átépített új szoftver, tehát elemeiben véve a korábbi alap androidos böngésző, még a Google Chrome előtti időszakból származó szoftver módosított verziója. Ez, amint látható, viszonylag gyorsan betölti a weboldalt, a tartalmat is, hogyha az internet kapcsolat megfelelő, akkor gyorsan betölti, amely jól néz ki. Kínál olvasómódot, de ezt mindjárt meg is mutatom. Itt látható tehát alapjában véve a szöveg, amely jól olvasható. Hogyha elfordítom a kijelzőt, akkor az is gyorsan elfordulja. Internetezésre ez a 4:3-as képarány már egészen jó, sokkal jobb, mint a 16:10-es. De ahogy görgetek, itt oldalt megjelenik egy görgető sáv, egy kicsit gyorsabb, illetve kényelmesebb görgetést biztosít esetlegesen. Illetve itt van az olvasó mód, ahol is kiemelkedik tulajdonképpen a cím, a cikk szövege, illetve a benne lévő képek, ezáltal sokkal kényelmesebb az olvasás, még jobban lehet. Ez teljesen betöltött weboldalnál érhető csak el. Ez egészen jó opció egyébként tényleg olvasásra, már-már mint hogyha egy hírolvasó alkalmazásban volnánk. Itt egyébként el lehet menteni a weboldalt, bele tudunk elvileg rajzolni, ami most úgy annyira mégse, de itt, hogyha nem mentem, akkor vissza tudunk lépni. Ezen kívül itt látható, hogy küld még azért néhány, illetve biztosít még egy-két opciót az Asus szoftvere. Van olvasás később, az Encircle alkalmazásba el lehet küldeni az adott oldalt,
van offline olvasás, van nyomtatás opció is, akár nyilván ez abban az esetben, hogyha elérhető megfelelő nyomtató, vagy PDF formátumban is le tudjuk akár menteni így ezáltal a weboldalt. Kapunk egy kamera alkalmazást a hátlapi, illetve előlapi kamerák kezelésére. Itt, ha a beállításokból, hogyha belemegyek, látható, hogy van fehér egyensúly, ISO, expozíciós érték, optimalizálás alatt automatikus be, illetve ki értéket találunk. Hogy ez pontosan mit is takar a kamera szoftverben, az jó kérdés. Láthatjuk azt, hogy 8 megapixeles a hátlapi kamera max felbontása, illetve videónál is Full HD a maximum, ami elérhető. Ezen kívül igazából nagy extra beállítási lehetőségek nincsenek. Hogyha megyek a mód választóba, itt ugye az automatikus mellett van akár HDR, kevés fény mód, éjszakai mód, van idővisszapörgetése, intelligens eltávolítás, gyorsított felvétel. Tehát nagyjából amit a Zenpad tud, az megegyezik egy egészen jó okostelefon felhozatalával, és nagyjából a Zenfone sorozat tudja ezeket a funkciókat. Tudja, igaz, a 8 megapixeles kamerával készült kép annyira azért nem túl erős. Itt talán látszik is a képminőség, hogy egy egyszerűen lefotózott dokumentumnál is azért nem olyan jó minőségű a kép. Ez, ahogy mondtam, is köszönhető a 8 megapixeles kamerának, ami nem kifejezetten arra van, hogy fotózzunk vele. Hogyha fordítok az előlapi kamerára, itt már látod, hogy többféle beállítási lehetőséget is kínál. Az Asus vannak különböző bőrlágyítás, pirosítás. Itt ez szerintem az arcépítés módja, itt a szemek kiemelése, tehát itt lehet ilyen kis ázsiai szemet is akár, amint látszik, szoftveresen módosítani. Országhajványítása akár elérhető, amely mind szoftveres, annyira egyébként szerintem nem biztos, hogy szerencsés, de elérhető ilyen opció is, amivel módosíthatunk némileg a selfie-ken. Valamint itt egy időzítőt lehet így egyszerűen az exponáló gomb felfele húzásával beállítani akár 5 másodpercig, ami segít abban, hogy jobb selfie készülhessen esetleg. Amint látható, többféle opció elérhető az előlapi kamera esetében is, bár jóval kevesebb, mint a hátlapinál. Nyilván ez fotózásra megint csak nem feltétlenül egy jó kamera egyébként. Külön a fényképezéshez van egy fotokollázs alkalmazásunk is. Itt lehetőség van hálószerű magazin, illetve fotóeffekt alapú képeket összerakni, készíteni. Itt max 7 fotót helyezhetünk például bele, és különböző kis fotókollázsokat tudunk összeállítani. Viszont látszik, hogy például egy vízjel meg is jelenik ilyen esetben, tehát ez elérhető lesz a képen. Ha a hatékonyságra rámegyek, a Do It Later alkalmazásunk van, amely a naptár alkalmazást használja elsősorban, illetve annál egy kicsit több megjelentnek teendők, illetve különböző dolgokat adhatunk hozzá, például egy telefonhívás vissza, tehát egy telefonhíváshoz kapcsolódó értesítést is létrehozhatunk magába a telefonhívásból, és ez képes értesíteni minket a beállított időpontba. Van egy What's Next, ez megint csak a Do It Later-rel együtt működik. Mint hogyha ezt bekapcsolom, akkor ez a naptárból emeli ki a különböző információkat elsősorban. Illetve, hogyha viszonyunk itt, látszik már a bekapcsolt What's Next, láthatunk naptárbejegyzést, holnapi időjárás információt, és így tovább többféle információt is. Ez egyébként meg tud jelenni akár itt a lezárt képernyőn is, hogyha elvileg kitöntek mindent, akkor itt most nem látszik, de hogyha valamilyen értesítés közelik, akkor itt is megjelenik egy ilyen What's Next widget, ami segít.
Van egy web storage-unk is, ugye ez az Asus saját cloud alapú tárhelye. Az Empress 8.0-ához is jár 5 GB ingyenes tárhely 2 évig. Ehhez csak regisztrálni kell a készüléket, és utána használhatjuk. Kommunikációra, ha rámegyünk, akkor igazából túl sok hasznos alkalmazás nincs, ugye Omlet Chat van például, amely az Asusnál megszokott, előre telepített program, de Magyarországon kevésbé használható. Hát a különböző kis extra opciók, ilyen például az audio varázsló, ahol a készülék hangját lehet beállítani, DTS HD Premium Sound előlapi hangszórónk van, amihez különböző effektusokat lehet akár beállítani. Ha visszamegyek, van backup opció, azaz biztonsági mentéseket tudunk létrehozni. Itt beállítható minden adat, rendszer alkalmazás adatokért, a telepítés, vagy telepített alkalmazások legyenek-e elmentve, illetve ez későbbiekben vissza is állítható akár. Van lehetőség automatikus indítások kezelésére, azaz, hogy bekapcsoláskor mely alkalmazások azok, illetve későbbiekben azok, amelyek automatikusan elindulhassanak, így például üzenetküldés, mint például a Messenger vagy a Facebook, az rendelkezhet ilyen, de látszik, hogy például a Candy Crush Saga alapértelmezetten le van törölve, illetve tiltva, valamint látható például, hogy más appok is vannak, amik előre betöltődhetnek, még az alkalmazás elindítása előtt, akár a gyorsabb reakció érdekében. Van egy energiatakarékos módunk, ez az Asus készülékekről ismerős lehet a korábbiakról. Itt van ultra energiatakarékos mód, ahol igazából a teljesítményt csökkenti, a háttérben futó adat kezelés is csökken, valamint bizonyos kommunikációs formák is szinte megszűnnek. Van az optimalizált mód, illetve van egy testre szabott mód. Itt mi magunk állíthatunk be különböző beállítási lehetőségeket, annak függvényében, hogy milyen szintű optimalizálást szeretnénk az üzemidőre. Egyébként a Zenpadesh 8.0 akkumulátora egészen jó 6-7 óra használatot is össze lehet vele hozni kényelmesen. Nyilván ez viszont függvény annak, hogy hogyan használjuk a készüléket, illetve mit csinálunk, hiszen például a folyamatos játékot kevésbé szeretné üzemidőben a készülék. Van egy fájlkezelőnk is, amely egészen kellemes felülettel rendelkezik, van kategória nézetünk, illetve a tárhely állapotáról is ad visszajelzést. Itt láthatjuk például rögtön a menü struktúrát, illetve a könyvtár szerkezetet, valamint ki tudjuk listázni csak a képeket, vagy csak a zenéket is, hogyha szeretnénk. Ezen kívül, amint látható hálózati tárhelynél, akár Google Drive, Asus Web Storage, Asus Home Cloud, Microsoft OneDrive, illetve Dropbox is hozzáadható kényelmesen, és azok tartalmát is elérhetjük. Többféle és távoli kezeléssel kapcsolatos alkalmazásunk van, mint a Remote Link, a Share It, PC Link. Ezek egészen jól működnek, ezek külső alkalmazások, amelyeket utólag is el lehet akár érni. Ezekkel lehet például megosztani a készülék funkcióit. Amennyiben ezt az alkalmazást telepítjük, akkor lehetőség van vezeték nélkül továbbítani a képernyőt például számítógépre, a tabletről, tehát itt használhatjuk a tablet képét, igazából magát a tabletet számítógépen keresztül is, bár ez vezeték nélkül sajnos nem működik annyira gördülékenyen, elég sokszor lehet majd problémát tapasztalni. Még mondjuk itt van a Remote Link, amivel a készülék érintő paneljét lehet használni touchpadként, például PC-n PowerPoint-ra vagy Media Player vezérlésére. Ez már egy fokkal egyébként jobban működik, nyilván ehhez a megfelelő szoftverek szükségesek. Itt még a beállítások opciónál, igazából a beállításra helyezett figyelemnél megtaláljuk a Splendid alkalmazást, ezt ugye már a beállításokon belül is mutattam, de ez egy külön alkalmazásként is elérhető, ahol a kijelző színmódjait tudjuk beállítani. Kapunk tükör alkalmazást, ami igazából az előlapi kamera
jeleníti meg is annyit, tehát itt még fotót sem tudunk készíteni. Van adattovábbítás opció, ahol egyik készülékről tudunk átvinni a másik eszközre Bluetooth-on keresztül. Nyilván ezt az Asus úgy próbálja kommunikálni, hogy ha megveszi az ember az új Asus készüléket, akkor az előző készülékről át tudja húzni a tartalmait, és így használjuk. Illetve az Asus-tól régóta elérhető Super Note alkalmazást kapjuk még, amely egy elég produktív jegyzetelő alkalmazás, ahol szöveges tartalom mellett lehetőség van különböző képeket, skicceket elkészíteni és beszúrni itt a jegyzetbe, ezzel egy elég produktív jegyzetünk van. Van egy zene alkalmazásunk, amelyben már ki tudjuk használni például az előlapi sztereó hangszórót, meg is mutatom, hogy hogyan fog ez szólni. A Zenpad S hangja egészen hangos, illetve ez az előlapi sztereó konfiguráció teljesen jó. Alapvetően viszont az a hangminőség például egy Boomsound HTC rendszertől elmarad, ami a mély hangok hiányának köszönhető elsősorban, hiszen hogyha elindítom, itt hallatszik, hogy a magas hangok nagyon erőteljesek, és mély az alig van, emiatt egy nagyon picit fülbántó. Nyilván ez filmezésnél egyébként kényelmesebb lehet, de zenehallgatásra nem a legjobb, nem túl ideális. Beállítások közt egyébként találunk alvás időzítést, ahol itt akár 5 perctől egészen 120 percig lehet beállítani, vagy utolsó szám végigjátszásáig. Beállítható ez. Innen csengőhangot állíthatunk, dalszövegszerkesztést, illetve beállítások közt van például szisztéma, azaz beállíthatjuk azt, hogy itt a felső sor milyen színben jelenjen meg az alkalmazáson belül, illetve itt a maga az alkalmazás alap színtere milyen legyen, tehát itt a témát lehet állítani. Google Drive háttértárból felhő alapú zenéket is képes akár megjeleníteni, hogyha szeretnénk. Itt a streamnél beállítható, hogy csak Wi-Fi-n keresztül menjen. Nyilván ebből a készülékből pillanatnyilag nincs 3G-s vagy LTE-s verzió, így ebből a szempontból ez irrelevánsnak tekinthető szinte. Ha még visszajövök a beállításokba, van még egy gyerek módunk, ez a gyermek módunk. Tennél az elsősorban, hogy a legfiatalabb felhasználók számára készült, illetve az ő szüleiknek, hogy ha beállítunk egy PIN kódot, akkor a gyermek csak akkor használja a készülőket, illetve csak olyan módon, amilyenben szeretné a szülő. Itt tehát beállítok nagyjából ugyanazt a két fiúkba, ki tudjuk jelölni, hogy mely alkalmazásokat érje el, akkor mondjuk legyenek csak játékok, és így, hogyha beállítottam, akkor itt látható, hogy csak ez a kettő játék hozzáférhető, amelyet beállítottam, valamint hozzáadom a PIN kódot, akkor további játékot adhatok hozzá, illetve beállítottatok időkorlátokat is, például 15 percest, és ekkor visszalépek, és ez elindul, és itt fent emlékeztet, hogy mikor fog letelni ez a 15 perc, amikortól a gyermek nem tud majd játszani, ekkor blokkolásra kerül a készülék. Sebességben érdekes az Zenpad S, mert alapjávéve gyors, néha mégis kicsit várni kell egyes alkalmazásokra, hogy azok reagáljanak, betöltsenek. Árához képest, ami azért közel 100 000 forint, egy picivel gyorsabb működést várnánk. Nyilván az E3580-nal, illetve 4 GB RAM-mal szerelt verzió jelentősen responszívabb, jelentősen gyorsabb tud lenni, viszont ennek az ára is magasabb.